A hagyományokhoz híven a beregszászi református templomban tartotta diplomátadó és tanévzáró ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola. Idén 261 alapképzésben részesült diák vehette át diplomáját. Köszöntőjében Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kiemelte. A kárpátaljai magyarság egyik kulturális bástyája a beregszászi főiskola, amelynek működését, akár csak számtalan kárpátaljai magyar oktatási intézményét a magyar kormány messze menően támogatja. Az, hogy itt fiatalok 2,5 évvel a háború kitörése után ilyen számba végeznek, ez mindenképpen a közösség erejének a jele, és annak a makacs hitnek is, hogy ennek a közösségnek van jövője, a kárpátai magyarság megmarad, megerősödik, megújul, és egyben egy gyarapodásnak, egy fiatalos megújulásnak is mindenképpen egy fontos része, hiszen ezek a fiatalok, akik a magyar anyanyelvű oktatás és a szülőföldön való magyar anyanyelvű oktatás mellett kötelezték el magukat, nagy bizalommal ők itthon maradnak, és a kárpátai magyar közösséget fogják támogatni munkájukkal, kreatív energiájukkal, amire nagy-nagy szükség van az egész közösségnek. A főiskola vonatkozásában szintén nagyon fontos, hogy a főiskola az a magyar, kárpátai magyarság oktatási intézmény rendszerének a legfontosabb bástyája. Ma is, a mai beszédekben is elhangzott, hogy talán ma került sor a 4000. diploma átadóra, ami azt gondolom, hogy mindenképpen egy komoly szám, és mutatja ennek az intézménynek a fontosságát és az erejét. Az a tény, hogy 2,5 évvel a háború után ilyen számban vannak hallgatók az intézményben, hiszen az intézmény megőrizte a háború előtti hallgatói számát, ami körülbelül 2000 fő, és az a tény, hogy ennyien végeztek, és az a tény, hogy ilyen színes képzési kínálattal tud az iskola programokat kínálni a hallgatóknak, ez mindenképpen mutatja az intézménynek a sikerét, és a fontosságát is, és a kárpátai magyar közösség megmaradásának a ban betöltött nagyon fontos szerepét, és ezt szeretném hozzátenni, hogy természetesen a magyar kormány a messze menőkbekig támogatta a főiskolát az elmúlt években, a működését, emellett természetesen a kárpátai magyar oktatási intézményrendszernek egyéb részeit, szereplőit is támogatja, ahogyan a háború kitörése után nagyon nagy mértékben természetesen az egyházi, civil, önkormányzati és humanitárius tevékenységeket végző szervezeteket is nagy mértékben támogatta. A magyar kormány elkötelezett a főiskola és a magyar oktatási intézményrendszer és a kárpátai magyar közösség támogatása iránt, és ez az elköteleződés a jövőben sem fog változni.